Elkezdjük a kemence építését. Nem betonalapot készítünk neki, hanem 25-30 cm vastagságban terítjük és töbörítjük a zúzott követ. Erre pedig folyami homokot teszünk ajzatkiegyenlítésnek, és ezt tökéletesen, vízszintesen minden irányba elsimítjuk. Az ajzatot már az első fázisban idehordtam és előkészítettem, pontosan azért, hogy tömörödjön. Ezt a módszert az egyszerűség és az olcsóság jegyében találtam ki. A folyami homok azért is jó alá, mert egyenletesen elosztja a kefniknek a terhelését. Véletlenül sem fogja eltörni vagy megrepeszteni egyik darabot se egy nagyobb. Az elsősor pontos és precíz beállítása nagyon-nagyon fontos, ugyanis ez fogja meghatározni a későbbi második és harmadik sornak az elhelyezkedését, és hogyha ezt egy picit is eltévesztjük, akkor a harmadik sornál bizony már az első milliméterekből könnyen lesznek fél centiméterek, centiméterek, ezért érdemes ezt precízen megcsinálni. Az akriltömítőre ugyanazon okból van szükség, amiért a folyami homokra, kiegyenlítse és eloszlassa az egypontra ható nyomást, és hogy rágcsálók ne tudjanak költözni okba. Mindegyik kocka aljára 5 cm vastagságban esztik betont helyezünk, belocsoljuk vízzel, és ebben meg tudjuk akadályozni, hogy mindenféle kártevő beköltözzön és lakásként használja a kemencénk alját. Az első lépésekkel készen is vagyunk. Miután megkötött a beton, kőzuzalékot hintünk rá. A felső peremnél hagyunk el 2-3 cm-t, mert ide fog kerülni a beton, és ez fogja egy koszorúként össze majd az építmény alapzatát. A sarkainál kivágott tábla OSB-re, fölhelyezzük a citongokat. Ezeknek hőszigetelő szerepe van.
betonozott és megszáradt mélyedést kitöltjük sóval. Ez lehet a legolcsóbb, legrosszabb minőségű. Elegyengetjük. Tökéletesen vízszintesre és simára dolgozzuk. Ennek a sónak az a szerepe, hogy a tűztérbe kialakított mélyedésbe körülbelül 6-8 centi vastagságba elterítve egy nagyon komoly hőtároló szerepet tud játszani. Nálam ez helyettesíti az összetört üvegcserepeket, amit a baleset veszély miatt elvetettem. Ez számomra jóval egyszerűbb és hatékonyabb megoldásnak tűnik, azt pedig köztudott, hogy a só nagyon jó hőtároló. Megkeverhetjük kézzel is, de sokkal praktikusabb egy keverőszáras súrógéppel ezt elvégezni. Gyorsabb is és hatékonyabb is. Ezt az állagot kell elérni, és akkor biztos, hogy jó minőségű a végeredmény. A beáztatott téglákat a felénél kimérjük, és egy egyszerű vasfüléssel befüléseljük egy fél centi mélységig, és azon a felén, ami alulra kerül, határozott mozdulattal megütve szabályosan és szépen el tudjuk törni. Most jön egy türelemjáték része, ugyanis úgy el kell osztani a téglákat, hogy lehetőleg vágás nélkül, de megfelelő résekkel és szép szabályosan le tudjuk rakni őket. Mint látjátok, elkészült három sor a kemencéből, ami téglával lett ragva. Ennél több már nem is kerül rá, ugyanis innentől agyaggal fogom folytatni a falazást, ugyanis számomra sokkal könnyebb és egyszerűbb a hozzáférés a jó minőségű agyaghoz, mint a jó minőségi téglához. Ezért döntöttem az mellett, hogy amennyi téglám van, és biztosan tudom, hogy jó minőségű, jó kiégetett régi tégla, azt felhasználom, de a többi részét azt a jól bevált agyagra bízom. A kizsaluzáshoz vízmértékkel beállítjuk a kéményt minden irányból. Alá én egy akkora átmérőjű fakorongot tettem, mint a cső átmérő, hogy ne süppedjen bele a homokba, és a későbbiekben ki tudjam majd venni azt a fakorongot, amikor már megszilárdult az agyag. És egy 3-4 centés vastagságú réteg agyagot felvíve a homoksablonra, csirke hálóval berabicolom, aminek az a jelentősége, hogy nem engedi majd, ha véletlenül valahol málana vagy repedne, lepotyogni az agyagot. A végébe tettem egy 8 centi hosszú 13-14-es luk belsejű csövet, ami 1-2 centit belóg a tűztérbe. Hegesztettem rá két csavart, ami majd körömként kapaszkodik szintén az agyag testbe, és ebbe fogok tudni grillpálcát
beletolni és ebbe forgatni. Ez lesz a hátsó kitámasztója a grillnyásnak. Tehát így néz ki jelenleg az agyagozásunk. Ez nem egészen egy talicskányi anyag. Keverve 10 lapát és másfél lapát mész. Ez nagyon jól eldolgozva, elkeverve, mint amikor sározzák a cserépkályhát körülbelül olyan sűrűségűre. És ez most rétegenként fog felkerülni, még 2 réteg csirkeháló kerül rá, és egy réteg a legkülső rétegbe pedig üvegpaplan, ami ennél jóval sűrűbb, ami a külső pókhálószerű repedezést is meg fogja gátolni. Az első nagy adagnyi hús a kemencéből. Nagyon-nagyon gusztíra sült. Porhanyós, lefordul a csontról. Szép piros. Az illata az egyszerűen fantasztikus. Egyelőre nagyon elégedett vagyok a kemence teljesítményével. Meglátjuk, hogy az ízek mit mondanak.